Hát sziasztok, én Sajtanész2 és ebben a mai videóban Robloxozni fogunk. Ebben a videóban egy újfajta Tycoon-nal fogunk játszani, aminek a neve Epic War Tycoon. Még nem próbáltam ezt a játékot, most léptem be először, és már 9-szer meghaltam, mert így a pályán túl is harc van, ahogy látjátok. De kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Remélem ez egy hasonló játék, mint a YouTube Tycoon. Úgy tűnik eddig, de majd kiderül, elkezdem a munkát. Ez nem... Ó, oh, kinyitotta az egeremet is. Na de jó, már is háború van. Veszek egy droppert. Ó. Oh. Ah, itt nekem kell csinálni. De durva. Itt én termelem most már komolyan magamnak a pénzt. Ez de kemény. A ah, Istenem, ez meg megöl. Hát tényleg háború van itt is. Na, kattintsunk, termeljük a pénzt. De eléggé nehezen fog jönni. Most egy bocsánatot ki, hát ezt nem hiszem el. Hú, hát ez kemény lesz, hogyha nekünk kell kattingatni, ez nem automatikus, ez más, mint a YouTube Tycoon eddig. De tetszik az elképzelés, nem olyan unalmas. Csak kicsit nehezebb. Mert nem annyi szó jön a cucca, hányszor kattintok, hanem megadott másodpercenként. Na, már mindjárt megvan a dropper. Jó, megveszem. Ja, esek be kell a pénzt szednem, tényleg el is felejtettem. Veszek egy droppert. Most ez már magától jön valószínűleg? Kíváncsi vagyok. Most vagy ő kattingatja, vagy magától jön, ezt nem tudom. Ő volt. Aha, úgy tűnik ebből már magától jön. Ez meg ilyen autó, manuális, pont hogy nem automatikus. Hát ez... Ez csodás, akkor ebből kell megélnem, mert itt nem fogok kattingatni egész végig. 250-et valahogy még kiszenvedünk így, és utána már gyorsabban fog menni a művelet. Na, meg is van a 250, el se hiszem. Megveszem a második drappert. Ez már zöld, nem tudom mibe változtat, remélem abból, hogy ez is magától jön. Jól van, magától jön, szerintem ez csak a kezdésnél lesz így az, hogy nekünk kellett kattingatni, ennek örülök. Most 400 kell a harmadik droppernek. Az elején még ez elég lassan jön, de remélem beindul majd egy pár perc múlva így az üzem. Itt látom balra, itt már ilyen lövész árkok, ilyen tornyok vannak. Hát ha nekem is lehetnek olyanok, megnézem. Ez 1000-be kerülnek ezek a tornyok. Hú, jaj. Látom, lehet létrát venni, meg tornyokat ide is, falat. Hasonló szerintem, mint a YouTube Tycoon, csak itt háború van, annyi a különbség. Na, 300-nál tartunk, jó van. Akkor mindjárt meg tudom venni a 400-asat, mert már 322 van. 378. Ezt szerintem meg is várom itt ennél. Jól van, meg is van, megveszem a harmadikat. Ez már sárga. Így már dől a pénz, halljátok. Nagyon gyorsan jön már. 69-nél tartunk. Na, addig kattingatom, addig más dolgom, úgy sincs még várom a pénzt, így az elején. Na hát, meg is lett a pénz, de közben meg kellett ölnöm egy embert, mert ide beért a terület, ez... Szóval gyakran és sürgősen kell majd ez a fal, hogy ne tudjanak bejönni, mert így nem állapot, hogy folyton bejönnek. 1,4 000-en van már, szóval 1,2-be kerül a következő, most már lassan odaérünk, mert fele megmaradt a pénzemnek, szóval még ezt megveszem. Utána biztos, hogy befektetek a falba. Na, mindjárt meg is lesz rá a pénz, király. Most már egész jól adja így. 4 dropper dolgozik egyszerre. Akkor elsőnek megveszem ezt a falszerűsét. Úristen, azt hittem, ettől többet kapok. Ez nem véd meg szerintem a támadókt, ez a kis fal. Na mindegy, akkor utána nézzünk. Itt van még egy. Ezek olcsóba kerülnek, és nem drágák, szóval... Nem várok tőlük nagy dolgot, de azt hittem a bázis köré valami kis fal lesz. Na, itt van. 250-be kerülnek a falak. Uha, hát ez már egy kis haladás, mivel legalább így a telket védi, de még ezen is átugranak. De szerintem már termeltek annyit a dropperek, hogy meg tudom venni az emelést. Á, bőven, jól van. Akkor fejlesztem a falat egyel. Kíváncsi vagyok, mekkora lesz. Na, ez már egy fokkal jobb, mondjuk. De még mindig át lehet ugrani. Akkor még egyet fogok. 2000-be kerülnek rá cuccok. Basszus, az még sok.
Így még nem lesz meg szerintem. Jaj, állvány az nekünk nagyon nem kell még. Egy ajtó az már jó lenne, de az is drága, az a baj. Szerintem most újra vettem már falat meg ilyeneket, most újra befektetek a termelőkbe, hogy még gyorsabb legyen. Na, összegyűlt a dropperre a pénz, megveszem gyorsan, hogy még többet adjon, utána megveszem ezt a upgradert. Hopszi, ez mi lett itt? Úristen, még mennyi dropper lett, ez már valami más. Ebben jön is valami, vagy csak feleslegesen vettem meg, halljátok. De nem úgy néz ki, mintha valami nagy eresztés lenne. Most dobott ki egyet magától. Hát elég lassan dolgozik, de remélem azért elég sok pénzt ad, ha már ennyibe került. Igen, már van 930, jól van, haladunk. Még kell 1600, hogy meg tudjam ezt venni. És utána már még gyorsabb lesz a folyamat, mert ez valami ultra upgrade lenne, szóval szerintem ez ultrán jól fog jönni a pénzed után. Vagyis hát erre számítok, remélem így is lesz. Na végre meg tudom venni a ultra upgrade-et. De jó néz ki, ez tetszik ez a szín. Király, na megnézem, hogy adja a pénzt, hogyha már ilyen ultra. Ezzel meglátszik az, hogy ultra, mert tényleg jó. Tetszetős. Már van 1,2000 pénzem, szóval mindjárt beruházok erre a Dual Dropper 2-re, ami 2900-ra kerül. Utána egyből megveszem ezt, és akkor szerintem eléggé előre haladottak leszünk a termelőkkel, és utána fejleszthetjük a bázist. Mert akarok venni egy ilyen őrtornyot, az 1000-be kerül. Azt majd beruházok ezek után. 2600, 900-ra kerül, azt hittem 600-ba, mindjárt össze, meg is van rá a pénz. De jó, hogy megvettem ezt a ultra valami gyorsítószerűséget. Na, úristen, ezt rakta hozzá összesen? Na de már, úristen, hát remélem megérte. Na már van 1000. Ó, úgy tűnik megérte ez is. Örülök neki, hogy így jön a pénz. Azt hittem, hogy ezek azért annyit nem ér ez a kis cucc, hogy ennyivel hozzáadja, de szerencsére igen. Kellemesen csalódtam. Megveszem ezt az őrtornyot. Kíváncsi, hogy mire jó. Az anyját, de jó, ide föl lehet mászni, szerintem, ha jön valaki, majd később innen kilőhetjük őket, és védjük saját magunk a bázisunkat, ez király, ez tetszik. Na, ezt bearatom. Jó, oké, megveszem ezt. De rendben, ez megvan. Még egy Dual Dropper 2, gondolom ugyanez lesz, mint ez, csak ide rak mellé egyet, mint az előbb. Jó, ezt még beruházom, nem bírok leállni erre a vásárlásra, ezt nem hiszem el. Na, meg is van a pénz, sőt, több is, mert elég sokat termel gyorsan ez a gépezet, szóval beszerveztem ide mellé ezt, és most még gyorsan. Ez meg mit csinált? ez igen. Most nem tudom már megcsinálni, mit az előbb csinált. Na, már csak ez az Advanced Dropper 1 és 2 van, de ezek drágák, szóval most berendezést fejlesztek először. Veszek egy ablakot, utána meg egy ajtót, ez lesz a kettő célom most egyelőre. Elsőleg megveszem az ajtót, hogy ne tudjanak bejönni. Az ajtó, mivel hát itt simán beugranak, szóval még nem olyan effektív ez az ajtó, de alakulóban van, úgy érzem. Megveszem. Oké, van pénzem rá, akkor megveszem gyorsan az ablakot. De szép párás ablak, halljátok. Így is be lehet még ugrani? Hát biztos, a francba még így is, szóval így se ér még semmit a védelmem, de mit lehet csinálni? Buy upgrade walls. Szóval lehet fejleszteni a falat most 2800-ért. Meg is veszem. Most jó sok pénzt költök a bázisra, de hát muszáj. Oké, milyen jó, ez már nem üveg, itt már be nem jönnek. Maximum beszállnak repülőbe vagy valami, de reméljük az nem fog előfordulni velünk. Úristen, véletlen megvettem, hogy ide sétáltam. Hát ez mi a szar? Itt lehet venni majd a cuccokat, ahogy látom, bombát, rakétát, bombát, ilyen életerőadó pakkot, meg még egy íjat is. Úristen, mik lesznek itt nekünk, halljátok. De akkor is most ezt a kettőt veszem meg. Ez a cél, hogy még gyorsabban termelődjön a pénz. Na, meglett a pénz az Advanced Dropperre. Megveszem ezt, kíváncsi, hogy néz ki a már Advanced. Úristen, ez jó pici. De drága volt, szóval remélem adja a pénzt rendesen. Ezt meg tudom venni a második droppert, kíváncsi vagyok, hogy ez mennyit ad pluszba. 12.100-ba fog kerülni a Powerful Energy Dropper. Hát ez nagyon drága.
Szerintem beruházok erre a második toronyra. Oké, ez... Opszi. Jó van, feljövök, hogyha már megvettem. Ott egy, itt egy, vajon a ház háta mögé is lehet venni? Nem vagyok ebben biztos. Lehet létrát venni 20 000-ért? Úristen. Hát ide úgy tűnik nem lehet őrtornyokat meg semmit se venni, na mindegy. Szerintem ebben a videóban még felfejlesztem ezt a falat, és utána vége van ennek a résznek, mert szerintem nagyon sok mindent csináltunk, szinte az egész alsó emeletet megépítettük jóra. Igaz, még olyan vadászgépünk, ami ott áll, nincsen, meg semmi jó dolgunk itt még nincsen meg, de van két tornyunk, meg szerintem egy egész jó gyártósorunk, szóval szerintem jónak tudhatjuk le. Nincs elég pénz? Úristen, akkor visszaszaladok gyorsan, azt hittem, elnéztem szerintem. Akkor már 3000, jó, ha minden jól megy, most már tényleg van rá pénzem is, nem csak úgy akarok vásárolni pénz nélkül. Na jól van, megvettem. Már megnézem, hogy termelődik így a pénz. Egész gyorsan. Hát jó van. Hát ez a rész szerintem ennyi lenne, hogyha tetszett nektek és szeretnétek még kérek, nyomjatok egy lájkot, és ha szeretnétek még tőlem videókat, iratkozzatok fel a csatornámra. Na sziasztok!